Tolna megye legnagyobb képzőintézménye a Szekszárdi Szakképzési Centrum, 10 iskola tartozik hozzájuk, a részleteket Ábrahám Norbert főigazgatóval vesszük végig. Szekszárdi Szakképzési Centrum 10 tagintézmény, röviden annyit, hogy 2015 óta vagyunk így ebben a formában jelen, 6 városban, Szekszárdon, Bonyhádon, Dombóváron, Tamásiban, Dunaföldváron és Pakson, és itt összesen 10 tagintézmény tartozik a centrumhoz, és ennek a képzési kínálata valóban a megyében a legnagyobb. Akkor nézzük a kínálatot, melyik iskolával kezdjünk? Kezdjük a szekszárdiakkal. A szekszárdi 4 tagintézményünk közül az Ady Endre szakképzőiskoláról röviden annyit, hogy az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor megalakult. 1971-től a még ma is ismert 505-ös ipari szakmunkásképző intézet nevet viselte. Az 505-ös már akkor is Tolna megye egyik legnagyobb, tulajdonképpen a legnagyobb intézménye volt, hiszen közel 2000 tanulója volt. 1994-től 2007-ig már Ady Endre iskola nevet viselt, és most is ismét újra Ady néven fut az iskola. Itt 8 ágazati képzésben van, szakgimnáziumi ágazati képzésben lehetőség tovább tanulni. Közlekedésgépészet, gépészet, informatika, szépészet, rendészet, honvédelem, villamosipar és eltök és építőipar. Ezen kívül 9 szakképesítés van még, ami 3 éves szakmát takar, és ebből 6 hiány szakma, párat meg említek, hegesztő, gépi forgácsoló, asztalos, villanyszerelő, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég széles az Adinak a kínálata. A következő iskolánk pedig a Szekszárdon a Bezerédi tagintézményünk, a Bezerédi István szakképzőiskola, amely keri volt mindig is, most is keri, és keri is marad. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez az iskola egy hatalmas szeretettel, egy nagy szívként tudjuk mi magunkban mindig apostrofálni az iskolának a működését, hiszen amióta fönnáll, azóta gazdasági képzést, kereskedelmi és közgazdasági ismereteket, turisztika, ügyvitel, logisztika, abszolút a keris szakmákat tanítja. Ő náluk 5 ágazatban lehet szakgimnáziumi képzést tanulni, kereskedelem, közgazdaság, turisztika, ügyvitel és logisztika területen 1-3 éves szakmájuk van, az eladó képzés, ami ehhez kapcsolódik. A következő tagintézményünk Szekszárdról pedig az egészségügyi és szociális szakgimnázium, szakközépiskola és kollégiumunk, aminek nagyon fontos, hiszen úgy gondolom, hogy egy igazán nagy múltú, évtizedek óta az egészségügyi szakmákat páratlan nívóval oktató intézmény. Szokták mondani, hogy aki az egészségügyi pályát választja, az nem csak pályát, hanem egy egész életen át tartó hivatást választ magának. Rendkívül felkészült oktatói munka, felkészült oktatóink vannak, bátran mondhatjuk, aki itt elvégzi a tanulmányait, az nyugodt szívvel mehet ebben a úgymond iparágban tovább tanulni. Szociális gondozó az egyik ilyen 3 éves szakmánk, de ezen kívül ők képeznek 2 ágazatban, szakgimnáziumi ágazatban, egészségügy és szociális területen. Ezen kívül a 3 éves szakma az pedig a szociális gondozó ápoló. A következő tagintézményünk Szekszárdról az pedig a vendéglátó, röviden a VIP, hogy sokan szokták mondani, hiszen a vendéglátó szakképző intézményünknek a képzési struktúrája senkinek nem újdonság. Nem is nagyon kell szerintem a vendéglátó iskolánkat bemutatni, de azért egy pár dolgot róla. Meghirdettük újra a szakácsképzést, a cukrászképzést, a pincérképzést, ezek 3 éves szakmák, nagyon népszerűek, és azt kell mondjam, hogy igazán felkészültek, érdemes is őnáluk emiatt érdeklődni. Technikus szintű képzés is van, amit ágazati képzés végzés után, egyféle ágazati képzés van náluk, a vendéglátóipari ágazati képzés, azután a vendéglátás szervezőt el lehet sajátítani 1 év alatt, de mint kiderült, 50 munkakört be lehet ezzel tölteni. Mondok egy párat, cukrászda vezető, vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, étterem üzletvezetője, éttermi és rendezvényigazgató, éttermi üzletvezető, és sorolhatnám még. A következő intézményeink azok pedig nem szekszárdaiak már, hanem a Paksi első István tagintézményükkel folytatom. Ott pedig, amiről tudni kell, miért olyan fontos az ő szerep a munkaerőpiacon, hát nyilván a Paks 2 beruházás, hát ők helyben vannak és helyben tudnak nagyon jókat képezni. Ő náluk jellemzően 3 éves szakképesítések vannak, de azért meghirdettek 3 ágazati képzést is, és nagy szeretettel várjuk oda a fiatalokat. Ilyenek az informatika, a sport és az építőipar, hiszen az építőipar úgy gondolom azon a helyen Pakson nem kérdés, hogy szükség van erre. Úgyhogy fantasztikus lehetőséget tár elénk. 3 éves szakmában is képeznek,
ács, épületi szerkezet, lakatos festőmázoló és tapétázó, gépi forgácsoló, heggesztő, kőműves, eladó, szociális gondozó és ápoló, női szabó, szárazépítő, hogy egy, a női szabóval egy lányos szakmát, igazán klasszikusan lányos szakmát is bemutassunk, úgyhogy őt is elég széles a paletta. A következő tagintézmény Dunaföldváron a Magyar László tagintézményünk, szintén széles spektrumban működik, itt 8 szakképesítést ajánlunk a fiatalok figyelmébe, abból 6 hiány szakma, és a hiány szakmákról cukrász, eladó, épületi szerkezetlakatos, hegesztő, ipari gépész, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő. De én azt gondolom, hogy olyan különleges helyszínen van ő Tolna megyében, hiszen egy három megye találkozási pontjában található, hogy elég sok fiatalt várunk mi, akár más megyékből is, és azt gondolom, hogy ha lehetőségük adódik a fiataloknak, főleg hiány szakmába, akkor igazán a legjobb helyszín lehet Dunaföldvár a továbbtanulásuk miatt. Emellett itt még a PÉK és az eladó és a női szabóképzést is meghirdetjük. A következő tagintézményünk pedig már Tamásiban található, a Vályi Péter szakképzőiskolánk. Itt egy új szakma jelent meg idén, PÉK cukrász képzésünk. Azért erről az iskoláról is röviden egy pár gondolatot. Nagyon komoly felkészültsége rendelkező kollégák és nagyon komoly környezeti tulajdonságokkal rendelkező intézményről beszélünk, hiszen nagyon magas színvonalú az intézmény, érdemes bemenni megnézni, hiszen láthatóan a környezet, az ottani környezet is inspirálja a fiatalokat a jó tanulásra, korszerű számítástechnikai eszközök, multimédiás szaktantermek, nyelvi laborok vannak itt, és tulajdonképpen nagyon komoly infrastruktúrával rendelkezik ez az intézmény, gyakorlati bázisa is van, és van itt egy különleges képzés mezőgazdasági területről, egyik a gazda, a másik a mezőgazdasági gépész, hiszen ennek a területnek a sajátossága, hogy erre szükség van ebben a területi felfogás, területi eloszlásban, hiszen az ottani fiatalok könnyen előfordulhat, hogy épp a saját családjuk is gazdálkodik, akár egy pár hektáros területen, és ez pont kapóra jöhet a továbbtanulásuk miatt, de emellett még van épületi szerkezetlakatos, a mezőgazdaság gépészt említettem, de az is hiány szakma, festőmázoló, tapétázó, elektronikai műszerész, mint új szakmaként jelenik meg, villanyszerelő, kőműves, hegesztő, szakács, pékcukrász, pincér, eladó, asztalos. Emellett a három éves szakmák mellett 4 ágazatban hirdetünk a szakgimnáziumi képzést, informatika, kereskedelem, vendéglátóipar, és még egy különlegesség, hogy ez az iskolánál jelenik meg, a képző és iparművészet területén is megjelenítünk szakgimnáziumi képzést, és ez a megyénkben az egyedüli, nincs máshol ilyen, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is egy nagy lehetőség, meg is mutatja az iskolának a nívóját. A következő tagintézményeink azok dombóvári tagintézmények, kezdem az Apácai Csere János szakgimnázium szakközépiskola és kollégiumával. Itt a 100 éve a jövő szolgálatában mondatot tűzték az ászlójukra a tagintézményünk. Iskola a dombóvári kistérségben, sőt Dél-Dunántúl területén a múltban is fontos szerepet vállalt a hátrányos helyzetű segítségre szoruló diákok felzárkóztatásában. Itt például az egyik különlegesség, ami megint regionálisan hiány, a vasutas szakmáknak a képzése. Gondolok itt a vasútforgalmi szolgálattevőre, vasúti jármű villamos rendszereinek szerelőire és a többire. Úgyhogy ez igazán egy nagyon-nagyon célzott irányú képzés, de itt is 6 ágazatban hirdetünk meg szakgimnáziumi képzést. Informatika, kereskedelem, közgazdaság, közlekedésgépészet, közlekedésszállítmányozás és logisztika, rendészet és közszolgálat, és emellett még szakképzés is zajlik 3 éves képzési formába, amit ne felejtsek ennél az iskolán, hogy a pénzügyi számviteli képzési paletta is megjelenik náluk. A másik dombóvári tagintézmény az Eszterházy Miklós szakképzőiskola és kollégium. Itt Dombóvár középpontjában, tanulóbarát, családias környezetben, magas szintű szakmaigazsággal fogadjuk az általános iskolából jövő fiatalokat. Tolna megye egyik legnagyobb tagintézménye, még ha nem is úgy gondolunk rá, pedig van neki kollégiumuk is, ami egy nagyon-nagyon jó lehetőség arra. Szintén Dombóvár egy olyan helyen elhelyezkedő város, ami egy megye határon van, tehát más megyékből is szoktuk szeretettel várni a fiatalokat. 4 ágazatban hirdetünk meg ott képzést, sport, szépészet, szociális és vendéglátóipari szakgimnáziumi ágazatban, és ami nagyon gyönyörűen mutatja az intézmény hozzáállását, 15 szakmában hirdetünk 3 éves szakképesítésekre jelentkezést.
ebből 9 hiány szakma. Tehát azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek itt megvannak. A következő tagintézményünk pedig körbefutva a megyét, Bonyhád, a Perccel, Mórszak képzőiskola és kollégium. Itt is nagyon széles struktúrában van jelen, a Perccelek városában, a Völcsék fővárosában működik az intézményünk. Vidám, családias légkör jellemzi, kiváló tanárokkal, a közösségért aktívan tenni akaró diákokkal érdemes bemenni, megnézni. Valóban így van. Kiemelt céljuk, hogy a tanulókat eredményesen készítsék fel az érettségi vagy a szakmai vizsgára, illetve kreatív, innovatív, világra nyitott egyéni teljesítmény és csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelkező, a munkaerőpiacon pedig talpon maradni képes embereket képezzenek. Tulajdonképpen itt 6 darab ágazatban hirdetünk meg szakgimnáziumi képzést, informatika, közgazdaság, sport, távközlés, turisztika, ügyvitel, a távközlés ki is emelném, ez megint nem regionális, de megyei szinten egyedüli képzés, hiszen itt a távközlés technikában tanulhat tovább a fiatal érettségi után, itt ez 9-eseknek szóló ágazati képzés a távközlés, de ezt elvégzi, úgy gondolom övé a jövő, mert a távközlésről szól a világunk most. 5 szakképesítést is tanítanak itt, ebből mind az 5 hiány szakma, amire lehet jelentkezni, asztalos, eladó, épületi szerkezet lakogatos, központi fűtés és gázhálózatrendszer szerelő, szociális gondozó és ápoló. Milyen lehetőségeik vannak az idősebbeknek? Nagyon jó a kérdés, köszönöm. A 16 éves életkortól már lehet felnőtt oktatásban részt venni, akinek például van egy szakmája, annak van egy jó hírünk, a második szakma is ingyen lehet, hogyha felnőtt oktatásban, esti típusú képzésben, tehát munka mellett valaki választ egy másik szakmát, azt is ingyen tanulhatja meg. Nagyon népszerű szakmáink vannak, sorban állnak érte, ezért is amikor az elején beszéltük azt, hogy mennyi a tanuló létszám, abból 900 felnőtt oktatásban tanul, például tergépkocsi vezető, autóbuszvezető, nem sorolom fel most a szakmákat, arról úgyis tájékoztatást adunk, illetve mindenkinek egyénileg megvizsgáljuk a jelentkezésekor azt, hogy mivel tud bekapcsolódni, ezért biztatok mindenkit, hogy felnőtt oktatásra jöjjön, mert sose lehet tudni, mikor tanulhat ingyen meg egy új szakmát, és a mai világban úgy gondolom, ez egy nagyon nagy lehetőség.